Lajvér és Kövesd Bátaszék két perem kerülete. Az itt élőknek meg kell küzdeniük számos olyan problémával is, amelyet egy belvárosban élő szinte nem is ismer, és ami jelentősen megnehezíti a mindennapjaikat. Az éves lakossági fórumok alkalmával a helyiek elmondhatják kérdéseiket, észrevételeiket arról, milyen fejlesztésekre, változtatásokra volna szükség annak érdekében, hogy nőjön a komfortérzetük. Érdekes, hogy két település rész, kétfajta probléma és kétfajta hozzáállás a problémáknak a megoldásához. Lajvéron sokkal nyugodtabban és higgadtabban tudtuk értékelni a településnek a helyzetét. Azt gondolom, hogy egy rendezettebb és nyugodtabb település része településnek Lajvér. Itt el kellett mondjuk, hogy sajnos itt sincs arra lehetőségünk, hogy idén jelentősebb fejlesztéseket végrehajtsunk, hanem alapvetően a település rész gondozása és karbantartása lesz a fő feladat. Illetve tájékoztattuk a település rész lakosságát, hogy TOP plusz pályázaton belül néhány útszakasznak a felújítására megpróbálunk forrás szerezni. Ugye a Nyéki-Egyi út, illetve a Pince-Sori út újulhatna meg, mint egy 100-100 folyométer hosszban. Teljesen más hangulatú volt a lakossági fórum Kövesden, ott egy kicsit izzott a levegő, hiszen ott azért sokkal több problémával szembesülnek az ott lakók. Alapvetően azt gondolom, hogy ezek a problémák előidézője nem az önkormányzat, hanem azok az ott tevékenykedő vállalkozások, illetve a településen átjáró mezőgazdasági járművek, akik ilyen jelentős porza és rezgés hatásnak teszik ki a települést, és hát ezt nehezen tűrik a kövesdiek. Joggal. A helyzet feszültségét úgy próbálja oldani az önkormányzat, hogy letakarítatja a poros és úszadékos útszakaszokat. Nem kell megjavítani, a házak csak szívja föl, a házak szívják a katasztrófát. Meg kell nézni, mikor nagy eső van, hogy hol áll meg a víz, és ott kell a lefolyót csinálni, mert a víznek nem lehet megmondani, hogy itt hol jár. Elmegy egymás mellett, az egész ház be van terítve. Ennyire égető a kövesdi vízelvezetés problémájának kezelése. Megnézzük, hogy hol vannak a mély pontok ezeken az útszakaszokon, mert teljes útfelújításra sajnos nincs lehetőség, és megpróbáljuk a vizet levezetni több ponton erről az útszakaszról annak érdekében, hogy ezek a sárfoltok ne tudjanak kialakulni ezen a szakaszon. Átereszeket fogunk kitisztítani, burkoltárkokat fogunk kitisztítani az elkövetkezendő hetekben, és a település egyik legnagyobb problémáját, a főutcáról lemenő fő vízlevezetőt is rendbe fogjuk tenni itt legkésőbb a nyár végéig, hogy a főgyűjtőn minél gyorsabban le tudjon szaladni az a csapadék, ami megjelenik adott esetben Kövesd tekintetében. Az idei találkozók nem voltak olyan vidámak, mint az elmúlt években megszokták. Akkor kéréseik nyitott fülekre találtak, a költségvetésben voltak tartalékok, idén azonban ennél nehezebb a helyzet. Még a korábbi években a költségvetésen belül volt egy biztos pont, nevezetesen 2,5 millió forintos forrás, amiből többek között ezeken a fórumokon felvetődött problémákra forrást tudtunk biztosítani, és megoldást is ezeknek a kérdéseknek a kezelésére. Idén ugye erre nincs lehetőség. Idén csak azt lehet mondani, hogy általános település üzemeltetési feladatok lesznek. Öröm az ülömben, hogy a kövesdi bekötő út, amely az egyetlen kapcsolat a településnek a külvilággal, az idei esztendőben megújulhat. A horvát képviselő úr kezdeményezésére a kormány támogatást adott a kövesdi bekötő útnak az elkészítésére. Ennek a közbeszerzési eljárása az itt május végén el fog indulni. Reményeink szerint nyár végére az, amint egy 450 méter hosszú szakasz meg is tud újulni, aminek a műszaki állapota valóban hagy némi kívánnivalót maga után. Fontos is, hogy megújuljon, hiszen ez gyakorlatilag ez az egyetlen egy beközlekedés lehetőség Kövesdre, és ráadásul a helyi tömegközlekedési útvonal is ezen halad. Az anyagi forrásokhoz igazodva került a műszaki tartalom meghatározása, tehát ezt a kettőséget kellett valahogy megoldani, de azt gondolom, hogy sokkal jobb körülmények közé kerül majd a közlekedési helyzet, és megoldódik gyakorlatilag a csapadékvíznek a levezetése is ezen a kritikus szakaszon. Ha minden a terveknek megfelelően halad, a tél beállta előtt már a jelenleginél lényegesen jobb körülmények között közlekedhetnek a kövesdiek, és további vízelvezetők épülhetnek Lajvéron.